Szeretettel köszöntöm a testvéreket az apostol köszöntésével. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva dicsérjük Istent az első Zsoltár első versével, aki nem jár hitlenek tanácsán, és meg nem áll a bűnösök után. Folytassuk az éneklésben mondott imádságot, a 236. dicséret első 6 versét énekeljük, a 236. dicséret első verse így kezdődik, mindenek meghallják és jól megtanulják. Kicsegedett
áldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Isten szent ígéjét tanításul hallgassuk meg, testvérek, a Zsoltárok könyve első részéből a teljes első Zsoltárt olvasom. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja, minden sikerül, amit tesz. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a pejva, amelyet szétszór a szél. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején, és a vétkesek az igazak közösségében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész. Amen. Isten szent lelket tegye áldássá szívünkben az ő szavát, hogy ne csak hallgatói legyünk ennek a szónak, hanem megtartó is. Gyertek imádságban, boruljunk oda Isten színe elé, hajtsuk meg fejünket, csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által magasztalunk téged, Istenünk, hogy te vagy a mi atyánk, örökkévaló Urunk, akire rábízhatjuk az életünket. Így bízhattuk rád most a felüdülés idején is, amikor enyhülést, lehűlést, üdítő esőt adtál nekünk. Köszönjük. Köszönjük, hogy felüdülhetett a testünk. És most, amikor igére figyelhetünk, akkor kérjük az üdítőt a lelkünkre is, hogy a szívünk is emeltessék, és egész lényünk ott lehessen te előtted, és láthassuk, és hallhassuk, és érthessük mindazt, aki te vagy, és aki kijelentetted magadat, és aki vezetni akarod népedet az üdvösség, a teljesség felé vezető úton. Így köszönjük, Urunk, hogy most is szólsz hozzánk a te ígédben, hogy megszólítod a tieidet, megszólítod azzal a szóval, amely élet és igazság. Köszönjük, Urunk, az értünk hozott áldozatodat. Köszönjük azt, hogy bennünket méltattál arra, hogy kihozza a halál és a bűn nyomorúságából, és megmutattad dicsőséges, üdvözítő kegyelmedet. Úr Jézus, tiéd a dicsőség ezért. És kérünk, hogy légy itt közöttünk, áld meg, Urunk, az ige hallgatását, az ige hirdetését, hogy tőled vett üzenettel, neked engedő szívvel és lélekkel mehessünk tovább életünk útjában. Így kérünk áldást, Urunk, azokra is, akik a televízió készülékek előtt hallgatják, figyelik a te ígédet, és vesznek részt ezen az Isten tiszteleten. Köszönjük neked mindezt. A dicsőség örökké a tiéd, Szent Háromság Isten. Amen. Az ige hirdetésre készülve, testvérek, ha már énekelt, 236. dicséret utolsó 7. versét énekeljük. Boldog, aki lelkét hittel erősíti. Thank you.
Istennek az az igéje, melynek alapján ma közöttetek az ő szent lelkét segítségül hívva, hirdetni kívánom az ő üzenetét, írva található a már felolvasott ige szakaszban, az első Zsoltárban, és az első Zsoltár néhány verse után egy prófétai ige verset, és hadd olvassak verseket Jeremiás próféta könyvéből, a 17. rész 7.-8. verseit. Az első Zsoltárból az első három verset olvasom. Leülve hallgassuk az alapígét és az ige hirdetést. Az első Zsoltár első három versében így szólít meg minket Isten igéje. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. És Jeremiás próféta könyvéből a 17. rész 7. és 8. verse. De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit. Nincs mitől félnie, ha eljön a hőség, lombja üdezöld marad. Száraz esztendőben sem kell aggódnia, szüntelenül termi gyümölcsét. Amen. Kedves testvérek! Az egyik igen magyarázó, akinek a kommentárjából készülhettem, azzal kezdi a magyarázatot, hogy úgy kezdődik ez a Zsoltár, mint a hegyi beszél. A boldog emberről beszél. A boldog emberről, aki az Isten útján jár. A boldogságról, amit hol tudunk, hogy mi az, hol nem. Általában annak gondoljuk a boldogságot, ami örömmel tölt el. Amiben nincs szomorúság, amiben nincs könny, nincs fájdalom, nincs olyan, ami miatt az embernek fájna a teste vagy lelke. Boldog ember az, így kezdődik a Zsoltár. És ugye az Ószövetségi Isten tisztelet liturgiás könyvét vesszük a kezünkbe, mondja ugyanez a magyarázó, amikor a Zsoltárok könyvét kezdjük el olvasni. Az első vers egy bevezetés, amely ezzel a szép mondattal kezdődik, hogy boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint. Boldog ember, aki Istenre figyel. És mi most az Ószövetségi ige alapján, amit a Bibliaolvasó kalauz szerint kezdtünk el olvasni, a Zsoltárok könyvét olvassuk. És az a szép szokás jutott eszembe, testvérek, amikor a gyülekezetbe jöttek az Isten tiszteletre az emberek, akkor mindenki hozta magával az énekes könyvet. Az a csúnya fekete, olyan, mint a Biblia, az is csúnya fekete könyv, és hozták magukkal az énekeskönyvet, amikor indultak, jöttek a templomba. Senki nem gondolhatta róluk, hogy máshova mennének. Kirándulni, plázázni, avagy kocsmázni. Templomba jöttek, énekeskönyvvel a kezükben az emberek. Ez egy bizonyságtétel. És sokaknak kedves olvasmánya is, és imádsága is azok az énekek, dicséretek, amelyek az énekes könyvünkben van. Mintha a magunkét mondanánk. Ha még nem érezted így, testvér, akkor olvasd így a Szentírás lapjairól is, és az énekes könyv Zsoltáraiból is, hogy mintha a magunk imádságát mondanánk.
És hadd kérdezzem meg, hogy voltál-e már így? Voltál-e már úgy, hogy ezt mintha rám szabták volna? Mint amikor Isten tiszteleten szoktunk így járni, magam is jártam így, honnan tudja az ige hirdető, hogy ez az ember én vagyok. Ezt úgy szokták vidékiesen mondani, hogy na megint kiprédikált a pap. Hát bizony, mintha a magunkét mondanánk, mintha Isten tudná, hogy a mi imádságunk melyik Zsoltár lehet. És a hangos imádságtól, az imádkozóktól viszolygó reformátusoknak azt szoktam javasolni, és azzal szoktuk bíztatni őket, hogy olvassa hangosan a Zsoltárok könyvéből az imádságot, vagy az énekeskönyv Zsoltáraiból. Olvassa hangosan, hogy szokja meg a saját hangját. A legtöbbször a saját hangunkkal van baj, hogy nem hallottuk legfeljebb vitatkozáskor, rosszabb esetben káromkodáskor a saját hangunkat, amikor kifakadunk, vagy összeveszünk valakivel. Olvassuk hangosan a Zsoltárok könyvéből. És amikor itt a Zsoltárt olvasva, a Szentírásra figyelve arról beszél az ige, hogy az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal az az ember, aki boldog, aki nem jár a hűtlenek tanácsán. Amikor arról beszél, hogy elmélkedik az Úr törvényéről, akkor ebben a szóban az fejeződik ki, hogy félhangosan memorizálja azt, amit olvas. Félhangosan olvas. Talán úgy is mondhatjuk, hogy mormolja ezt a szöveget és ezt az imádságot. És testvérek, ne valami keleti vallás meditációjához akarjuk hasonlítani ezt, mert nem erről van szó. Az Isten törvényét megtanulni, az Isten törvényéről gondolkozni, az egészen más. Egészen mást jelent, mint a keleti vallások meditációiról tanulhatunk, amikor magába fordul valaki, aztán nézi önmagát, belülről, kívülről, nem tudom én honnan, vagy esetleg az önvizsgálatra is gondolhatunk, de az éppen mást jelent, hogy megvizsgálom az életemet. Van egy mérce, a Szentírás, és van az én életem, és megpróbálom összeilleszteni. Ha összeillik, akkor folyik az életem Isten előtt, ha nem illik össze, akkor akadozik, akkor nagyon nehezen megy. Gyönyörködni és elmélkedni. Testvérek, amikor valaki gyönyörködni tud az Isten igéjében, az Isten kijelentésében, az azt jelenti, hogy mindaz, amit Isten akar az életében, az megvalósul. A megvalósulásban teljesedik ki a gyönyörködés. Hogy nem csak egy lelki élvezet az Isten igéjének a hallgatása, nem valami lelki wellness, valami felüdülés, hanem a testet is felüdíti Isten, és azt mondja, hogy tedd meg, csináld meg, amit mondtam, mert én veled vagyok, és olyan leszel, mint a folyóvíz mellé ültetett fa. Állandóan zöld a levele. Állandóan meghozza a gyümölcsét is. A megtermett gyümölcsben teljesedik ki a gyönyörködés, testvére. Ez nem valami, ezért mondtam, nem valami szemlélődés, hogy hát ha nem valósul meg semmi, vagy nem csinálok semmit, vagy csak úgy
összetett kézzel malmozunk, az is valami, tekerjük az életünket valahogy, hanem megtermi a gyümölcsét. Ne feledjük, az Úr Jézus is azt mondta, hogy azok, akik az övéi, akik hozzá tartoznak, azokat is a gyümölcseiről lehet megismerni, meg az ellenséget is. Tudnék, az ellenségnek semmi gyümölcse nincs. Itt a Biblia a bűnös emberről beszél. Az istentelen emberről beszél, ahogy egy más fordítás mondja. Az istentelen embernek nincs Istenhez igazodó gyümölcse, testvérek. Nincs. Bele tud simulni Isten akaratába, mert Isten belekényszeríti, de nincs gyümölcse. A gyümölcseinkről ismer meg bennünket. Mert az Istenre figyelő ember az valóban Istenre figyel. A boldog ember az az Úr törvényében úgy gyönyörködik, hogy nem figyel a bűnösök tanácsára. Mert van ám a bűnösöknek sok tanácsa. Kapcsold be a televíziót, a híradót, a mindenféle össze-vissza műsorokat, bocsánatot kérek a tévésektől. És akkor jön a sok tanács. Minden emberi tudás. És minden emberi tanácsolás üdvösség útjában félre fog vinni. Az üdvösség útját csak a Szentírás tudja megmutatni. Csak valaki tudja megmutatni, testvérek. Ez a valaki az élő ige. Jézus Krisztus. A testélet ige. A testélet törvény. A testélet parancsolat. A testélet rendelete Istennek. Ő az, aki az üdvösség útját meg tudja mutatni. Minden emberi tudomány félrevisz. Két klasszikust hadd mondjak, már lehet, hogy a könyökötökön jön ki, de a pedagógiát említem, és a pszichológiát. Nem lebecsülve ezzel, ezeknek a tudományoknak az ismereteit, a módszereit, az eredményeit, de pedagógiával és pszichológiával senkit nem lehet üdvösségre vezetni. Mert az nem azért van. Isten igéje pedig üdvösségre visz. Mekkora különbség van, érzitek? Hogy Isten visz üdvösségre. Nem az én megszerzett tudományom, nem az én megszerzett hitem, hanem az, amit Isten adott nekem. Isten önmagát adta. Jézus önmagát adta, hogy nekünk örök életünk legyen. Mert a hit hallásból van. Nem érzések és érzelmek összehangolásából, hanem a hit hallásból van. A hallás Isten igéje által. Ugye érezhető a emberi tudomány és az Isten igéje közti különbség, remélem érezhető. Ezt szerettem volna érzékeltetni. Hogy a bűnösök tanácsa, az emberi tudomány, ez azért nevezhető így, testvérek, nem lebecsülve, meg megtámadva, hanem az Isten kijelentésére appellálva mondani, hogy a bűnösök tanácsa csak bűnös gondolatból eredhet. A boldog ember meg mire is figyel? Gyönyörködik az Isten törvényébe, és azon elmélkedik éjjel-nappal. Hogy lehet továbbadni? Hogy lehet a másikat megszólítani vele? Hogy lehet a beteg emberhez oda menni, hogy te is Jézus Krisztusra figyelj? Hogy lehet a börtönben lévőt megszólítani?
hogy lehet a makacs, nagyon ellenálló ember szívét elérni az igével, az Isten igéjével. És hát ezért vissza kell lépnem újra csak a zsoltárok igéihez, vagy a zsoltár igéihez. Gyümölcse van a folyó mellé ültetett fának, meg lombja is van. Mindig van lombja, amelyek közé a madarak berepülhetnek, hogy védelmet szerezzenek. És még van egy nagyszerű 21. századi üzenet is ebben. Azt mondja, minden sikerül, amit tesz. A ma embere azzal van kecsegtetve ebbe a világba, hogy legyen sikeres. Mert csak a sikeres ember az, akit megbecsülnek. Csak a siker jelent valamit. Csak a teli pénztárca, csak a jó állás, csak a megfelelő munka, csak a jólét sikeres. Minden sikerül, amit tesz. Testvér, ilyen ember vagy. Minden sikerült, amit tettél tegnap. Minden sikerült. Vagy az elmúlt héten. Minden sikerült. Persze a siker nem azt jelenti, hogy a világ, az ember és az ördög gondolja, az Isten szerinti siker volt-e az életedben. Az Úr útján jártál-e? Jézussal jártál-e? Jézust követted-e? Jézus útján maradtál-e tegnap és tegnap előtt? És kérdezem, az Úr útján mennyi időt töltöttél az elmúlt napokban és a héten? Vagy mentél a magad esze szerint, a magad tudománya, az emberek tudománya, a média által való üzenetek útján vitatkoztál, bólogattál, mondtad, hogy jaj, de jó, hogy így van, vagy jaj, de rossz, hogy úgy van. Jól gondold meg, mert úgy is zárul ez a zsoltár, úgy zárul, azt mondja, hogy ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész. A semmibe vesző bűnös utat hadd mondjam először. Itt mond egy képet az ige, az a kép pedig nem más, mint amikor régen az aratók a búzamagot kicsépelték, és a pejvát földobták, és az, mivel könnyű volt ez a héj, ez a gabona héj, ezt elvitte az késői, délutáni, alkonyati szél. És leesett a földre, vagy az adott helyre az a gabona mag, ami miatt ezt tették, amit aztán tovább lehetett felhasználni, vagy háztartásba, vagy máshol. Elviszi a szél. És amit elvisz a szél, az a semmibe vész, testvére. Az nem érkezik meg soha. Az nem állapodik meg soha. Azzal nem lesz jó semmi. Viszi a szél, elvitte a szél, semmivé lett ez a bűnösök útja, semmivé lesz. Ismeri az Úr az igazak útját, a tiédet is, a tiédet is. Az igében, Jézusban való gyönyörködés tehát igen az igére, és boldog engedelmeskedés Istennek. Ravasz Lászlót idéztem, ha már itt a Isten tisztelet elején előtt beszéltünk róla. Igen az igére, és boldog engedelmeskedés Istennek. Ilyen az életed, testvér. Igen Jézusnak. És engedelmeskedsz is. A ti igenetek legyen igen, a nem.
az istenes ember Istenből él. Istenre figyel, neki enged. Persze élet a fizikai lét is. És ez is Istentől van. De Istenből élni több. Istenből élni azt jelenti, amit Isten is tesz, hogy ki nem fogy az Isten az adásból. Az Isten ad, ad szép reggelt a mai napon, hűsítő reggelt, nem? Nem így ébredtél? Hűsítő reggelt adott az Isten. Aztán adja önmagát az Isten tiszteleten. Most nem csak az igében, a hirdetett igében, hanem a szentségben és az úrvacsorában is. Isten adja önmagát, hogy tudd, hogy veled vagyok, nem hagytalak el, nem hagytalak magadra. Persze lehet ezt úgy általánosságban is hinni, de jobb az igére figyelve, többet jelent, és megerősödve a szentség által. Mert az bizonyságtétel is, hogy én az Istenhez tartozom. Én az Isten útját akarom járni. Őt választom. Testvérek, Istenből élni azt jelenti, hogy az életedből adni másoknak. Adni másnak. És most ne a pénzre gondolj meg, nem tudom, ajándékokra, nem tudom én mire, hanem adni a másiknak. Meghallgatni, meg is érteni, odafigyelni rá. Nem biztos, hogy neki engedni, de talán nem vitatkozni, hanem megmondani, hogy lehet, hogy ez máshogy van a Bibliában. Adni Jézust. És Jézus nevéért végezni a feladatainkat. A betegápolást, az imádkozást, a mindennapi szolgálatunkat, még azt is, hogy ha van ránk bízott jószág, esetleg kisállat, vagy kutya, vagy macska, vagy nem tudom mi, hogy annak az eledelt odaadni, azt is Jézusért. Azt is Jézusért tenni. Jézus nevében tenni. Jézus nevében járni ebben a világban. Jézus nevét vállalni és hirdetni. Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalom. Már az ószövetségi profécia kihirdeti az Úr dicsőségét. Száraz esztendőben sem kell aggódnia, szüntelenül termi gyümölcsét. Testvér, hadd kérdezzem meg, szüntelenül gyümölcsöt termesz. Talál a te fádon az Úr Jézus gyümölcsöt. Most még nem ítéletre jön, de majd jön arra is. De a mindennapok ítéletében járva, mert talán így is mondhatjuk ezt az ítéletes kijelentését Istennek, amikor azt mondja, hogy nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a pejva, amelyet szétszór a szél. Mennyi értéktelen életet láthatunk magunk körül. Értékvesztett életet. Testvér, a te életed értéke nem te vagy, hanem Jézus Krisztus. Nem te vagy, hanem az Isten élő igéje, aki benned lakozást vett, akié vagy, és akiből a te életed táplálkozik, újul, felüdül, megújul, helyreáll, rendben lesz, rend lesz,
a fejedben, aztán az életedben, aztán a családod életében, aztán a körülötted élők életében, mert az ige felüdít, az ige ismeri az igazak útját, és a bűnösöké semmibe vész, és aki Isten útján jár, annak minden sikerül, amit tesz. A világ pedig a csúfolók székébe ül, és a vétkesek útján jár. Nem tudja máshogy elképzelni az ember életét, csak vétkesen és csak csúfolódva. Jézus soha nem csúfolt senkit, még csak nem is élődött senkivel, hanem adta önmagát, hogy nekünk életünk legyen. Hát sikerüljön minden, amit teszel, testvér. Sikerüljön Jézussal járni, neki engedni, benne megmaradni, róla bizonyságot tenni, és dicsőíteni az ő háromszor szent nevét. Erősödj meg ebben, testvér. Erősödj meg. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint. Legyél boldog ember. Ámen. Csendesedjünk el, gyertek és imádkozzunk. Hálásak vagyunk neked, Urunk, hogy megnyitod előttünk ezt a Zsoltárt, hogy megnyitod előttünk önmagadat, a szavadat, kinyitod előttünk azt a kegyelmes szót, amit szeretünk hallani, hogy boldoggá akarsz tenni bennünket. Hogy boldog ember az, aki veled jár. Boldog ember az, aki az Úr útját keresi. Boldog ember az, aki belesimul az ő akaratába. Ilyen boldog emberek akarunk lenni, Urunk. Bocsáss meg, ha olyan sokszor nem sikerül. Olyan sokszor a csúfolódóknak van igazuk. Olyan sokszor nyomorúságos a mi életünk. De köszönjük, Urunk, hogy abból is kimentesz minket, abból is kihozol és kihoztál, és örvendezhetünk és dicsérhetünk téged. Akkor is örvendezhetünk, ha ez a földi porsátorunk omlik össze, akkor is örvendezhetünk, amikor nyomorúságokba esünk, de te megmentesz minket. Hisszük, Urunk, hogy az életünk minden ideje a te kezedben van. Köszönjük ezt. Köszönjük, hogy hozzád menekülhetünk. Hozzád futhatunk. Te üdíted föl az életünket. Te adsz felüdülést a te igédben, megújulást te melletted. Köszönjük, Úr Jézus, a te áldozatodat, hogy értünk jöttél ebbe a világba, hogy ments minket, hogy valóban az Úr útján járhassunk, az Úrnak engedelmeskedhessünk, az egyedül üdvözítő Isten gyermekeiként megmaradhassunk. Köszönjük, Urunk, ezt. És köszönjük a testvéri közösséget, köszönjük a népedet, az egyházat, határon innen és túl, köszönjük a tiéd Isten tiszteleti közösségeit, köszönjük, hogy azokat te áldod meg a mai napon is, hogy ne szóljon a te ígét hiába. Ezért köszönjük, Urunk, hogy előtted lehetünk, kérünk áld és szentel meg bennünket a te ígéddel, a te ígéd igazság. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! És az úrvacsorára készülve
a 436. dicséret első és második verseit énekeljük. 436. dicséret első és második versét énekeljük. Örülj szívem, vígadj lelkem. Biblia értelmében csak az Isten által
Jézus Krisztusban megszabadított ember lehet. Az, akinek bűnei megbocsátottak. És hadd hirdessem örömmel, kedves testvérek, hogy mindannyiótok bűne megbocsátatott Jézus Krisztusért. Ami számunkra lehetetlen, ami az Ószövetség népe számára csak vágy volt, hogy elérje a boldogságot, az Jézus Krisztusban valósággá lehet. Mert Jézus Krisztusban Isten megszabadított a bűntől, és a bűn átkától és következményétől, megváltott a haláltól. Ezért töretett meg a teste, és ezért ontatott ki a vére. És mi, amikor úrvacsorai közösségben vagyunk együtt, akkor erre emlékezünk, hogy szerető, kegyelmes, irgalmas, szabadító Istenünk van, aki a fiát adta azért, hogy mi éljünk, hogy boldogan éljünk, hogy valóban éljünk. És hogyha majd egyszer véget ér az életünk, akkor egymással és megváltó Urunkkal találkozunk mennyi dicsőségében. Amikor vesszük a kenyeret, és vesszük a poharat, akkor erre emlékezünk. És azt kívánom valamennyiőtöknek, hogy amikor kijöttük az Úr asztalához, akkor hagyjátok itt mindazt, ami terhel benneteket, mert Jézus elengedtett értetek, és megszabadított. És kívánom mindannyiótoknak, hogy menjetek úgy vissza a helyetekre az Úr asztalától, hogy átjár benneteket az az ének és dicséret, amit énekeltünk az úrvacsorára készülve. Örülj szívem, vigyázz lelkem! Járjon át benneteket az Isten szabadításának öröme, vigasztalása, békesség és boldogsága. Ez az, amit valamennyien átélhetünk az úrvacsora közösségében, Jézus Krisztus haláláért, a Szentlélek közösségében. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Kedves testvéreim, hallottuk az igét, mely Jézus Krisztus halálának hirdetés, szabadítását számítja, és minden jó téteményét. Próbáljuk meg magunkat, fennállva valljuk meg bűneinket, imádságban. Úrunk Istenünk, látod az életünket, látod engedetlenségünket, és látod hűtlenségünket. Látod az életünket, mely újból és újból eltávolodik tőled. Látod, Urunk, hogy vétkezünk szóval, gondolattal, cselekedettel és mulasztással. Urunk, megvalljuk előtted bűneinket és vétkeinket. És könyörgünk, hogy te tisztítsd meg életünket, és szabadíts meg bennünket kegyelmesen. Szabadításod örömét ad valamennyiünknek, Urunk. Hisszük, hogy Jézus Krisztusban minden bűnünkért tökéletesen eleget tettél. Urunk, könyörgünk, hogy átjárjon bennünket a te kegyelmed, szereteted és a te irgalmad. Urunk, könyörülj rajtunk a te kegyelmességed szerint, és töröld el bűneinket. Tiszta szívet teremts bennünk, és az erős lelked újítsd meg az életünkben. Amen. Testvéreim, bűneink megvallása után valljuk meg Szent Háromság Istenbe vetett hitünket, mondjuk el együtt az apostoli vallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogadhatott Szent Lélektől,
született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszem Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim, Anyaszent Egyházam gyakorlata szerint még néhány kérdést teszek föl, melyre válaszoljatok jó hallható szóval. Hiszitek-e, valljátok-e, hogy mindenestől fogva bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélőszéke előtt nem állhattok meg, sőt törvénye szerint kárhozatot érdemeltek. Hiszitek-e, valljátok-e? Hiszitek-e, valljátok-e, hogy Isten a bűnös emberrel megkönnyörült, s szent fiát értetek testben elbocsátotta, akinek egyszer és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatok erejét elvette, s titeket ingyen kegyelméből a Jézus Krisztus vérének érdeményének hitáltal nekik az hit. Hiszitek-e, valljátok-e? Hiszitek-e, valljátok-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, s halandó testünket halhatatlanságban öltöztetve átvisz az ő örök dicsőségébe. Hiszitek-e, halljátok-e? Mindezeket bizonnyal elhívén, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére éltek. Ígéritek-e, fogadjátok-e? Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgálja, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk ingyen való kegyelméből az ő szent fiáért mindnyájunknak. Amen. Most pedig, kedves testvéreim, járuljatok a szent asztalhoz alázatos szívvel és szép rendben, a gyülekezet rendje szerint, először a tőlem balra eső padsorokból majd sorban a jobb oldal felé. A gyülekezet az úrvacsora vétele alatt a 357. éneket énekelje. Bocsánat, 457. éneket énekelje helyet foglalva a 457. dicséret így kezdődik. Ó Jézus, árva csendben az ajtó kívül állsz. Thank you.
Kedves testvéreim, így szerezte a mi Urunk az Úr Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Vigyétek vele az apostolok, az egyházatják, a reformátorok, itt való őseink, és így értünk vele Isten kegyelméből mi is. Mindenekelőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét magatokban hiába valóvá ne tegyétek. Ne uralkodjék bennetek a bűn többé, sőt viseljétek magatokat a ti elhívásatokhoz méltóan. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre hivattatok is egy testben. Gyertek testvéreim, adjunk hálát Istennek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mindenható Úrunk, nagyok és hatalmasak a te dolgaid, csodálatos a te szabadításod. Köszönjük, Urunk, hogy nem hagysz a bűneinkben, nem hagysz a nyomorúságunkban és elveszettségünkben, hanem lehajoltál hozzánk Jézus Krisztusban, és egyszer és tökéletes áldozatával megszabadítottál bennünket. Köszönjük, Urunk, azt, hogy te újból és újból utánunk nyúlsz, és szeretettel lehajolsz hozzánk. Így köszönjük, Urunk, a megtapasztalt szabadítást, kegyelmet és szeretetet. Köszönjük, Urunk, hogy közel vonsz önmagadhoz a lélek által. Segíts bennünket, Urunk, hogy dicsőségedre éljünk, hogy hirdethessük a te szabadításodat életünkkel, szavainkkal és cselekedeteinkkel. Őrizés, állj meg bennünket, Urunk, ezért. Légy velünk a ránk következő héten, ha pihenünk, akkor a pihenésben, ha dolgozunk, akkor a munkában. Könyörgünk, Urunk, nem csak gyülekezetünk közösségéért, nem csak azokért, akik a televízión keresztül kísérik és nem tiszteletünket, hanem könyörgünk egész népünkért, határon innen és határon túl. Könyörgünk, Urunk, te adj békességet, áldást és áraszt ki kegyelmedet a teremtett világra, hogy dicsőíthessen téged, Jézus Krisztusért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet foglalja a helyét és a hirdetéseket hallgassák. Hirdetem az adakozás alkalmát, aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, mondja az Úr, így hozzuk meg ma is hála áldozatunkat, amikor elmegyünk a persely mellett. A külön persely a faládákban vagy dobozokban a tábori támogatást lehet elhelyezni. Jövő heti alkalmainkra hívom fel a figyelmet. Hétfőn a Biblia körökben folytatódik a Biblia tanulmányozás, és együtt lesznek a testvérek Isten igéje körül imádságban is. Csütörtökön este 6 órától gyülekezeti Biblia órára hívjuk, várjuk a testvéreket a gyülekezeti házba. Vasárnap a szokott időben Isten tisztelet lesz, helyettesítő szolgál, most itt állhat mellettem, Ferenczi József tiszteletes úr hirdeti az igét, és rákövetkező két vasárnapon is még ő helyettesít engem, hiszen mi szabadságra megyünk reménység szerint, ha Isten engedi és élünk. A hétközi szolgálatokat és a vasárnapi szolgálatokat is ő fogja végezni, ha valami rendkívüli történik, akkor gondnok úr
tudja a teendőket, és akkor végezzük a szolgálatokat helyettesítésben is. Az elmúlt héten kaptuk a hírt arról, hogy dr. Tóth Gyula testvérünk 81 éves korában elment minden élők útján. Ő 3 cikluson át a rendszerváltás után volt az egyházmegye főgondnoka, és végezte a szolgálatát itt az egyházmegyében. 1991-től ő volt az egyházmegye főgondnoka. 26-án, pénteken délelőtt 10 órakor kísérjük előtt minden élők útján, Tengelicen lesz a gyászisten tisztelet a temetőben. Isten adjon vigasztalást az őt gyászolók életére. Mai Isten tiszteletünk végén a 294. dicséretet énekeljük, majd fennállva énekeljük a Nem hagyjuk el a Bibliát kezdetű éneket, és ugyancsak fennállva kérjük és vesszük az áldást. A 294. dicséret mindhárom versét énekeljük. Jézus vígasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Thank you.
Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrize meg szíveteket, életeteket, gondolataitokat. Az Úr Jézus Krisztusban.